Hazai pályán játszottak vasárnap a Szentendrei KC kézilabda csapatai. Elsőként a Serdülők léptek pályára, majd 15 órakor kezdődött a juniorok összecsapása a tabella első helyén álló Pécsi VSE együttesével. A mérkőzés elején még kiegyenlített volt a játék, fej-fej mellett haladtak a csapatok. A második félidőre láthatóan elfáradtak a szentendrei fiúk, ekkor már nagyobb, 3 gólos előnyre tett szert a Pécs együttese. Tavaszi felkészülésünk jól sikerült, úgy gondolom az eltervezett munkát elvégeztük. Elég mélyről indultunk, úgymond, tehát volt munkánk rendesen, de azt gondolom, hogy az elejére, ugye a 3/4-énél tartunk most az összerakásának, a csapatnak az összerakásában. Most még azért az a baj, hogy ezeken a meccseken még mindig felkészülünk, mert a különböző okok miatt az edzéseken nem tudunk mindig olyan összetételbe gyakorolni, ahogy szeretnénk, az iskolai és egyéb elfoglaltságok miatt, és legtöbbször itt a mérkőzéseken alakulnak ki a jó dolgaink, és itt látjuk meg, hogy tulajdonképpen mire is vagyunk képesek. Ez most ezen a mostani mérkőzésen is így volt, akivel most játszottunk, ez az első helyezett csapat volt, jó játékerőt képviselnek, és idén talán most játszottunk a legjobban ellenük. Tehát azt gondolom, hogy jó úton járunk, jó munkát végzünk, és a meccseken belül is érdekes megfigyelni, hogy minden második fél időre állunk össze. Ebből is látszik, hogy a hétközben dolgozunk, de csapatszinten nem tudunk annyit készülni, amennyire szükségünk lenne, és ez a mérkőzés közben áll össze, hogy tulajdonképpen mi mit akarunk. Egy nyitott védekezéssel próbálkozunk mostanában, ehhez pedig rengeteg gyakorlás kell, ezt edzésen nem nagyon tudjuk megvalósítani, és ezt itt most a mérkőzéseken próbáljuk, úgy tervezzük, hogy ez a jövőre dolgozunk most már, tehát arra, hogy majd a jövő évre, ezzel az évvel talán fölkészülünk. Fiatalabb a csapatunk, mint ugye általában a többi csapat, és ebből talán jövőre már profitálunk, amit most ebben az évben elvégzünk. Akkor ez volt a főpróba és a premier. Kivel játszottok legközelebb? Legközelebb most lesz egy hét szünet, mert nem mindegyik felnőtt csapatnak van utánpótlás csapata, mindegy, ez a kiírásnak szerintem egy hülyeség, de mindegy.
és utána Várpalotával játszunk itthon, az egy kötelező győzelemnek tekintem. Most erre van két hetünk felkészülni. Nem mondanám azt, hogy ez premier volt, mert minden meccsünket úgy gondolom most, hogy egy gyakorlás. Tehát most mi ott tartunk, hogy ezt a fél évet arra szánjuk, hogy megtaláljuk a játékunkat, megtaláljuk a csapatunkat, akikkel jövőre egy-két kiöregedő játékosunk lesz, de hogy a jövő évet hogy tudjuk megcsinálni. Milyen a közönségetek, és kik képviselik a kemény magot? Közönségünk a szülők. A szülők voltak már vérmesebb szülők is, tehát az előző években. Nagyon rendes, tisztességes szülők jönnek, szurkolnak, lelkesek, aranyosak, biztatják a fiúkat. Minden támogat, idegenben is 4-5 szülő, 4-5 fiúnak a családja, inkább úgy mondom, el szokott jönni. Jó érzés, hogy szorítanak nekünk, és érezzük is a biztatást most ezen a mérkőzésen például. Lehetett érezni, amire szükség volt a srácoknak, hogy egy ilyen pozitív hatás érje őket kintről is, hogy érezzék, hogy amit csinálnak, az jó, és ezt megkapták, ezt érezték ők is. Most szomorkodnak is, mert ugye nem sikerült, de azt gondolom, hogy ez a csapat, ez most még jobb nálunk. Tehát, hogy ez a realitás, hogy mi ennyivel kikaptunk, de ezen a mérkőzésen, tehát ennek ellenére nyerhettünk volna, azt gondolom. A Pécsi VSE csapata jelenleg vezeti a tabellát, a Szentendrei KC junior csapata pedig a 6. helyen áll. A junior bajnokságot veretlenül vezetjük, nagyon jó mérkőzést játszottunk. Azt gondolom, hogy színvonalas csata volt a felnőtthez hasonlóan a junior mérkőzésünk is. Van hová természetesen fejlődni. Azt tudni kell, hogy itt 97-98-as játékosok az öme a mi junior csapatunknak, tehát abszolút van benne realitás, és abszolút van benne jövő, ahogy működnek a dolgaink, és ahogy tevékenykedünk. Nyilván megvannak ott is a hibáink, de az inkább a rutintalanságunknak köszönhető. Gondolok itt arra, hogy olyan momentumok, amikor el lehetne dönteni a mérkőzést, akkor olyan hibáink, gyermetek hibáink vannak. De ez rutin, még több játék, még több lehetőség. Azt is tudni kell, hogy tegnap ugyanezek a fiúk a MB2-es felnőtt mérkőzést és junior mérkőzést játszottak. Jó versenyrendszerünk van, idén jól fejlődnek a játékosok, és a célunk az, hogy megnyerjük a bajnokságot lehetőleg veretlenül most már. A junioroknál Szentendrei KC Pécsi VSE 27-30 lett. Ezt követően a felnőttek küzdelme következett, ahol a Szentendre volt az esélyesebb a győzelemre az MB1B nyugati csoportjának 17. fordulójában. A papírforma szerint alakult a mérkőzés vasárnap, amikor a tabella második helyén álló Szentendrei KC csapata fogadta az 5. helyen tanyázó Pécsi VSE együttesét a Móri Zsigmond gimnázium tornacsarnokában. A mérkőzés nehezen indult, sokáig a vendégcsapat vezetett, de végül sikerült a hazaiaknak felülkerekedni egy igazán izgalmas hajrában. Na, teljesen meg vagyok elégedve a bírókkal. Jó, fújtak rosszakat ide is, oda is, de összességében a bírókra egy szavunk nem lehet, és akkor ezzel már le is zárhatjuk a bírók kérdést. A játékvezetővel ugye nem foglalkozunk, csak mindig a csapattal, meg saját magunkkal. A játék az olyan volt, mint a múlt heti tatai meccs, két arcú. Első fél időben ugye kaptunk 19 gólt. Jól lőttünk 14-et, tehát a lőtt gólok számával megelégedett vagyok. Hát sajnos nem volt kapusvédésünk. A védő... Amit megbeszéltünk öltözőből, hogy a bal oldalra figyelünk, az nem nagyon jött össze, nem úgy zártunk össze. Kicsit dekoncentráltak voltunk, elkapkodtuk a támadást, hibázgattunk. Azt a másik fél időben kicsit összeszedtük magunkat. Ugye voltak védett lövéseink, a védőfalunk összeállt, tudtam frissíteni,
A Sutka Norbinak elindult a keze, vagy elsőt a keze, ő elkezdte lőni a gólokat, tehát így már nem csak a Bencére kellett figyelni, hanem már 2-3 játékosra. És a végén nagyon sikeresen behoztuk. Egészen az utolsó 3 percig döntetlen volt, utána hirtelen lőttetek 3-at. Hát 60 percig tart a játék. A végén szerencsénk volt, mert ugye volt 4-en voltak a pályán az utolsó 3 percben, tehát volt kiállításuk. Emberelőnyben kézdobáztunk végig, ezzel megnézítettük a dolgukat, meg náluk a 2-3 játékos aztán mindent előtt, tehát ez nekünk szerencsénk is. Meg ugye sáncolgattunk, abból tudtunk indulni, jobb erőállapotban voltunk. És így ezt az utolsó 3 percet 3-0-ával le tudtuk hozni. A vendégcsapat edzője is összességében elégedett volt a játékvezetői páros munkájával. Két komoly játékvezető volt, és egy nagyon komoly mérkőzés, és azt lehet mondani, hogy két komoly csapat játszott. Nem szoktam foglalkozni, és a játékosok felesen szoktunk a játékvezetéssel bajlódni. Én azt gondolom, hogy nem játékvezetésem múlt. Egyrészt megvan a szakmai része a második félidőben, picit megakadt a támadó játékunk is, és a védekezésünk is. Ezeket saját magunknak és saját magunkba kell a hibákat javítani. Az egyik része, a másik része, ami történt a végén 31-30-nál a zsűri asztalnál, elég fiatal vagyok, ilyet még nem láttam, lehet, hogy még fogok, nem tudok erre mit mondani. A 31-30-nál, amikor nálunk van a labda, az, hogy egy másodperccel előbb bemegy egy játékos a pályára, úgyhogy a zsűri beengedi, aztán 2 perce kiállítja, és az ellenfél jön, és van vissza ugye 5 perce a mérkőzésből. Azt gondolom, ez elég kulcsfontosságú és kulcsjelentőségű momentum volt. Hát lelke rajta. A végeredmény Szentendrei KC Pécsi VS-e 33-30 lett. Legközelebb a hétvégén március 8-án, vasárnap 18 órakor a Budaörs Tatabánya U23-as csapatával mérkőznek meg a szentendrei fiúk idegenben.